emberekről van itt szó, vagy gyógyulásra váró emberekről, hanem kifejezetten szülőkről, nagyszülőkről, akik kicsinyeiket hozzák Jézushoz, Jézus pedig szeretettel fogadja őket. Bár a tanítványok megállítanák őket, és Jézus ugye erre megharagszik, és úgy szól a tanítványokhoz, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el, mert ilyeneké a mennyek országa. Kedves testvérek, Jézus szavaival két fontos dologra szeretném most a figyelmeteket irányítani. Először is arra figyelmeztet ez a mai igény, hogy a felnőtt segítsége nélkül a kisgyermek nem tud oly sok mindent megtenni. Nem tudja önmagát első pillanattól kezdve táplálni, ellátni. Nem képes önmagáról, testéről gondoskodni. És ahogyan értelme növekedéséhez, a tanuláshoz is segítség kell, hogy nagyon sok mindenben a gyermek a szülő segítségét várja. Nekünk pedig természetes szülőknek, hogy tápláljuk testileg, lelkileg őket. Elsősorban látható módon etetjük, tanítjuk őket, magunkkal visszük, gondoskodunk róluk, szeretjük őket. A gyermek a felnőttek közösségében kap meg mindent, ami a testi szellemi fejlődéséhez szükséges. Mi pedig igyekszünk mindent tőlünk telhetőt megtenni, sokszor erőnkön felül teljesíteni. Testileg és lelkileg táplálni őket. Nagyon fontos az, hogy ne csak testben, külsőleg tápláljuk őket, hanem lélekben is. A lelki ajándékokat adjuk meg nekik. Tápláljuk, neveljük, segítsük őket. Mindabban, ami a lelki